Feszített üdülési programunk keretében Český Krumlovba érkeztünk, ebbe a gyönyörűséges kis délcsehországi városba, amely a Moldva kettős kanyarulatának a partján fekszik, reneszánsz és barokk stílusban épült. Csehország második leglátogatottabb turisztikai célpontja Prága után. A rendszerváltás után az UNESCO az egész óvárost a világörökség részévé nyilvánította 1992-ben. A belvárosba ezért aztán autóval nem is lehet behajtani, nagy parkolók vannak az óvároson kívül, ott kell letenni az autókat és csak gyalogosan lehet közlekedni a városban. A város már a kora középkorban komoly jelentőséggel bírt, amikor kiépült a kereskedelmi útvonal a Moldva két partján. 1250 környékén kezdték építeni a várat, először a Vitkovciak, majd később a rokonaik, a Rosenbergek birtokolták a várat. Az utóbbiak idejében nagy fejlődésnek, virágzásnak indult a város, és a 16. századra már egy fényes reneszánsz várossá alakult. A 19. századra a város jelentősége csökkent, új építkezésekbe ekkor már nem kezdtek, és ezért őrizte meg ezt a brilliáns reneszánsz és barokk karakterét az egész város. Ez pedig itt a főtér. Ott szemben a régi városháza látható, amelyet 1580-ban építettek. Homlokzatán Csehország és Český Krumlov, valamint a Rosenbergek és a Schwarzenbergek címere látható. Latin felirata: haj, láss és hallgass, ha békében akarsz élni. Ez itt a Szent Vitus templom, amely Krumlov egyik jelképszerű épülete. A templom háromhajós, a 14. században építették, majd a 15. században átépítették, átalakították. Ebből az időből származnak a templom belsejében található gótikus freskó maradványok is. A főoltár 1560-ban készült, a toronynak a legfelső gótikus részét pedig 1894-ben készítették, tehát ez már neogót. Dvanásta hodina na pivno či byla, stavaj Magdaleno ho vprovat frajíra, stavaj Magdaleno ho vprovat frajíra. Magdalena vstala, hlavu povjazala. Velünk szemben itt látható a vár, amely a prágai Hradzsin után Csehország második legnagyobb vára. És megérkeztünk a várba, itt látható a várárokban a medvék, amelyeket a 18. század óta tartanak itt. Korábban a várudvaron ketrecben tartották őket, mivel a medve a Rosenbergek egyik jelképe. 5 udvarból és 40 épületből áll a vár. Az elrendezését a vár a reneszánsz időkben nyerte el, a 16. század elején a végleges formáját. 4 fő részből áll, az alsó és felső vár, a barokk színház és a kastélypark. A vártorony 6 emeletes, 54 méter magas, gótikus és reneszánsz stílusban épült a 13. századtól a 16. századig. A felső harangtorony rész a reneszánsz stílusú. A boltíves erkély 1581-ben a vár átépítésekor került rá, a szobrok és a domborművek, a festett minták 1590-ben. A 4 harangból 2 1406-os keltezésű. A nagyon impozáns, sok emelet magas boltozatos híd
szintén reneszánsz stílusban épült, és a felső vár és a barokk színház közti várárkot tölti ki. A felső szintjeiről gyönyörű panoráma nyílik mindkét irányba. A hatalmas 7 hektáros kastélyparkot a francia kastélyok mintájára, annak alapján barokk stílusban építették ki. A 13. századtól kezdve folyamatosan működött sörfőzde a városban. Az Eggenberg család 1625 és 30 között, miután a birtokába jutott a város, sörgyárrá alakított egy folyóparti épületet, amely azóta is megszakítás nélkül sörgyárként üzemel. A Moldva folyó nevezgetünk, amely Sumavában ered. Csehország legnagyobb folyója és egyben nemzeti folyója, 430 km hosszú. Cseszke-Budajovice, Český Krumlov és Prága érintésével halad észak felé, és végül az Elbába ömlik. A beömlésnél a Moldva nagyobb vízhozamú, mint az Elba, mégis a folyó alsó szakaszát az Elbáról nevezték el bizonyos geológiai okok miatt. Mi most egy ilyen körülbelül 18 kilométeres szakaszra nevezgetünk, keresztül Český Krumlovon a kanyarulatokon, majd pedig tovább a gyönyörűséges erdőségen keresztül egészen Zlata Korunáig. Összesen 5 zúgószerű kis vízlépcsőn kell átkelnünk, 4 ebből Český Krumlovban van, egy pedig Zlata Korona előtt. Ezeknél egy kicsit az átkelés adrenalinos, kicsit nedvesek leszünk, de ez még élvezetesebbé teszi az egész nevezgetést. És szerencsésen megérkeztünk Zlata Korunába, ahol Csehország egyik legértékesebb gótikus emlékét, egy cisztercita apátságot és kolostort fogunk megtekinteni, amelyet 1263-ban alapítottak, és a serfőzde is szerves részét képezte az épület együttesnek. Hünkösdi utazásunk harmadik napján Rosenbergbe érkeztünk, ebbe a 330 lakosú kisvároskába. A kisváros jelentősége a középkorban fokozottabb volt, ami abból adódott, hogy a Český Krumlovot Linccel összekötő vízi útvonalon fontos megállóhely volt. Jelentőségét a vár adja, amely a 13. században épült a Vitek család által, később átvették a Rosenbergek. 1522-ben a felső vár leégett, majd 1566-ban restaurálták, rekonstruálták, és akkor nyerte el a jelenleg látható reneszánsz formáját. A vár lábánál található Szent Miklós templomot az írások először 1271-ben említik.
Utunk utolsó állomására Visibrodba érkeztünk, amely egy fontos kiinduló pontja a vizitúráknak. Mi most egy gyalogtúrát teszünk a közeli hegycsúcsra, ahonnét nagyon gyönyörű a kilátás az egész körbe. Végül az 1259-ben szintén a Rosenbergek által alapított cisztercianus kolostort látogatjuk meg. Az átépítések során gótikus, reneszánsz és barokk stílus jegyeket kapott, legjelentősebb a 70 ezer antik könyvet tartalmazó könyvtár. Ezzel útunk végére is értünk, visszajövünk.